Játszani jó. Aki nem tud játszani, annak sokkal szegényesebb az élete. És nekünk már megmutatta Üveges József, hogy milyen a kísérlet, ha játékos. Tovább is lehet játszani, ha jobban szeretnénk érteni, hogy mi történik az állatokkal a vízben vagy a levegőjékben, vagy mi történik velünk, amikor a világ legtermészetesebb módján élünk. A következő játékokat otthon is kipróbálhatjátok. Felfedezők utána! Gyerekjáték a fizika. Aki elég ötletes, az mindennel tud játszani. Vízcseppel, vonalzóval, nagyítólencsével, fakanállal, bármivel. Most mi megfordítjuk a dolgot, és gyerekjátékokat fogunk használni arra, hogy a fizika törvényeit tanuljuk. Előtte azonban beállítunk egy természettudományos kísérletet. Itt van egy pillepalack, amit kivágtam, hogy a levegő jól átjárja. Bezárnád? Itt egy másik, amelyikben semmi nincs, azaz levegő van. És végül a harmadikba beletöltünk egy kis sütőport, és egy kis ecetet. És majd esetleg megnézzük külön, hogy mi történik oda benn. Látjátok, hogy mi zajlik ott benn? Pezseg. Pezseg, igen, pezseg, széndioxid keletkezik. Ezeket oda föltennétek a korlátra? És amíg ők beállítják az üvegházhatás kísérletet, mert hiszen valaki már talán rájött, hogy erről van szó, addig mi tovább megyünk, és egy kicsit a levegővel fogunk játszani, jó? Pörgetyűzzünk. Addig, amíg összerakja, megmutatom, hogy ennek a pörgetyűnek úgy vannak kialakítva a lapátjai, hogyha megfelelő irányba forgatom, akkor felröpül. Ah, ugye? Működik. Itt van ez a pörgetyű. A tenyeremmel sodorgatom, és a súrlódási erő révén érintő irányú erőt gyakorolok rá, ettől jön forgásba. Ha jó irányba forgatom, fölrepül, ha rossz irányba leszáll, próbáljátok ki. Közben meg megmutatom ezen, mert ezen nagyon jól lehet látni, hogy a ferde lapátok hogy hajtják föl, ha jó irányba mozgatom, és hogy viszik le, hogyha rossz irányba. Gyerekkorunkban a juhar terméséből orrcsiptetőt csináltunk. A juhar termése eleve fán nő, azaz helyzeti energiával születik. Ez a helyzeti energia alakul át mozgási energiává, pörgésé és lassú hullásá, és eközben a szél messze röpíti a termést. Sok növény szaporodik így. Az úrókötelezést pedig a centrifugális erő teszi lehetővé, az lendíti a kötelet az ugráló feje fölé. Amikor egy papírrepülőt elengedünk, a helyzeti energiája mozgási energiává alakul át. Gyerekek, figyeljetek, mert most egy brutális kísérlet következik, ez is energiaátalakulás, csak itt ezúttal nem a repülő helyzeti energiája alakul át mozgási energiává, hanem a papír anyagában lévő kémiai energia alakul át hőenergiává. Eközben széndioxid és víz keletkezik. Széndioxidról jut eszembe az üvegházhatás kísérletünk. Gyertek, nézzük meg a kísérlet eredményét. Mit csinált a nap a palackainkkal? Anna, légy szíves, fogd meg ezt a digitális hőmérőt. Kérlek, hogy tekerjétek le ezeknek a palackoknak a dugóját, de még maradjon rajta, csak majd belerakom a hőmérőnek a szondáját. Kezdjük ezzel. És megnézzük, hogy mennyi a levegő hőmérséklete most, hiszen ez lukas. 23,2. 23,2. Most nézzük azt, köszönöm. Ebben van a levegő, de be van zárva. 24,4.
Hoppá, majdnem másfél fokkal melegebb, csak azáltal, hogy a tiszta levegő benne volt. És akkor nézzük a harmadikat. Ebben van a széndioxid, ebben termeltük. 25,9. 25,9, újabb másfél fokkal melegedett. Azaz bebizonyosodott, hogy a széndioxid az növeli a hőmérsékletet, üvegházhatású gáz. Az emberiség az ipari forradalom óta megnövelte a levegő széndioxid tartalmát, körülbelül 100 év alatt egy fokkal lett melegebb a Földnek a légköre. Olyan messzire jutottunk, ahova Hermann Otto sohasem, hiszen ő természetvédő volt, mi pedig most már környezetvédelemmel foglalkozunk. És ébresztő van. Sokkal kevesebb lámpát kellene égetni, sokkal kevesebb autót kellene használni és kevesebbet fogyasztani, hogy ne növeljük tovább a Föld légkörének széndioxid koncentrációját. A Föld nem gyerekjáték. Thank you.